Hamarosan kezdetét veszi a dal, ami az Eurovízió előválogatója, és itt fog kiderülni, hogy ki képviselheti Magyarországot a 60. Eurovízión, Ausztriában, Bécsben, és itt áll mellettem a gyémánt, vagy aki a gyémántot képviselheti, Tóth Vera, hát ez a dalod címe, Vera, miért gondolod azt, hogy a gyémánt lehet a befutó, a nyerő az Eurovízió színpadán? Abban nem gondoltam bele, hogy ez befutó lehet ez a dal, hanem inkább ez az egész ilyen nagyon gyorsan történt. Tehát az utolsó pillanatban adtuk be ezt a dalt a Rutka Robival, és aki a szerzője ennek a dalnak, és gyakorlatilag még nem fogtam fel, hogy mi történik, tehát hogy nem tudtam eljátszani azzal a gondolattal, hogy mi van, ha bejut. Nem ez az elsődleges cél, hanem az, hogy egy jó üzenetet, egy jó dalt rádiók játszanak, ismerjék meg az emberek, ismerjék meg a szerzőt jobban. Engem már ismernek eléggé, de azt gondolom, hogy ez az a stílus, ami én vagyok, és büszkén vállalom. Tehát az eddigieket is, de akkor még egy elkeveredett kis póniló voltam valahol a rengetegben. Most már úgy érzem, hogy most már felnőttem, és ez az a stílus, amit szívesen képviselnék a hosszú-hosszú időkön keresztül. Ez érdekes, amit mondasz, magyar előadóval, bárkivel beszéltem, zömmel ezt mondja, hogy csak egy lépéssel gondolkodik előre, ami a dal, kettővel már nem mertek? Nem az, hogy nem merünk, hanem eleve, tehát én kaptam rengeteg visszaeget, tehát a Megasztárban a közönség szavazatai domináltak, tehát ugye az volt, hogy a közönség kedvence lettem. Most, nem is most, hanem egyébként is rengeteg visszajelzést kaptam az elmúlt 10 év során a szakmabeli társaimtól, magas rangú szakmabeli emberektől, de ez most olyan, mint egy Megasztár megnyerése, hogy írásban is megkapom azt a szakmai elismerést, azzal, hogy a hangommal és azzal a dallal, amit beadtunk, bekerültünk ebbe az elődöntőbe gyakorlatilag. Egy nyertesnek szabad még egyszer megmérettetni, hiszen nagy nevek már nagyon csúnyán sértődve, hisztizve elvéreztek a dal színpadán. Nem félsz ettől? Én nem félek attól, hogy én voltam sokszor olyan helyzetben, még a Megasztár után is, hogy közönségszavazatos műsorban voltam. Nem félek ettől. Én az ügynek az üzenetét nézem, és nem azt, hogy most akkor rosszul fogok-e énekelni, vagy nem. Tehát én mindenképpen a Gyémánt című dalnak az üzenetét szeretném átadni a közönségnek, és azt szeretném, hogy egy ilyen lágy, finom és gyönyörű szép dallamot megismerjenek, és vigyék a hírét a Rutka Robertnek, vigyék a hírét annak, hogy Tóth Vera révbe ért, és nekem ez a legfontosabb az egészben. Aztán, hogy mi lesz, az már egy bónusz track, egy bónusz, egy luxus, egy luxus utazás, egy ajándék, egy remek dolog. Nagyon nagy megtiszteltetés volna, ha kijuthatnék. De van itt annyi mindenki, aki szintén szerintem így gondolja, hogy nem feltétlenül érzem azt, hogy nem fogok, csak jó ebben az emelkedett hangulatban, ebben a reményteli hangulatban, lelkesedésben részt venni és fürdőzni. És ez a jelenlegi állást az, ami nekem fontos, a most, a jelen. Végezetül egy kulisszatitkot árulj el nekünk, fogsz készülni valami extrával, mint például Conchita Wurst a szakállal, hogyha kijutsz, vagy te maradsz így? Nem, én kígyóbőrbe szeretnék bújni, és egy élő... Gyémántal. Egy élő kígyó meg fog enni élő adásban, nem, semmi ilyesmi. Igazából arra gondoltam, hogy már kezd kialakulni az imázsa ennek a dalnak, meg az enyém, és valamilyen módon ezt a gyémántot szeretném szerepeltetni ebben az imázsban, vagy ebben a dalban, ami majd a képi világában. Tehát nagyon szeretném, de ezt még nem találtam ki, de nagyon gyorsan ki kell majd. Most mondom, akkor kedves gyémánt szponzorok és ékszerüzlet tulajdonosok, légy szíves, adjatok Verának egy nagy gyémántot. Meg a szerzőnek is kérünk, a feleségének, és anyunak is, meg apunak is. Vera, köszönjük szépen.